Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Éneklek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Szent misét boldogságos Szűzanya szeplőtelen szívéről imádkozzuk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Istenünk, te a boldogságos szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szent Lélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közben járására dicsőséget templomává lehessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól a próféta: népem sarjadéka híres lesz a nemzetek közt, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, melyet megáldott az Úr. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a mennyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép szeme előtt. Ez az Isten igéje. Istenünk, letekint a mennyből a földre. Urunk Istenünk, letekint a mennyből a földre. Te, Uram, örökre megmaradsz, emléked is él nemzedékről nemzedékre. A te nevedet, Uram, a nemzetek majd félve tisztelik, és a föld minden királya vallja dicsőséged. Urunk Istenünk, letekintett a mennyből a földre. Meghallgatja a szegények imáját, veti meg kérésüket. Az eljövendő nemzedékeknek írják lesz mindezt, a születendő nép is az Urat magasztalja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus keresztje alatt ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd a te anyád.
attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves katolikus hívek, itt a tanítványról van szó az evangéliumban, arról a tanítványról, aki házába fogadja a szűzanyát. És a Mária tisztelő lélek bátran azonosíthatja magát ezzel a tanítvánnyal, anélkül, hogy Szent János apostol, mert róla volt szó, érdemeit magunkénak tulajdonítanánk. De maga az ötlet, házába fogadta őt a tanítvány, minden keresztényre igaz. Igaz lehet, hogyha megnyitjuk a szívünket és ezáltal házunk ajtaját a boldogságos szűzanya előtt. Ennek az egyik lehetősége, amelyet már mindjárt ismerünk, a barna skapulári. Mindjárt tudjuk, hogy 1251. július 16-án a szűzanya a barna skapulárét adta a karmelita atyáknak, és rajtuk keresztül az egész egyháznak. A Szent Szűz többek közt ezt mondta: vedd rended ruháját, a barna skapulárét, mint különös kegyelmem jelét. Aki e szent ruhában hal meg, sohasem fog az örök kárhozat tüzében szenvedni. Mert ez a ruha az üdvösség jele, oltalom a veszélyben, záloga a békének és az örök szövetségnek. Kedves testvérek, a skapulári erkölcsi értéke abban áll, hogy viselői állandóan érzik a mennyei figyelmeztetést, hogy a szűzanya szellemében éljenek, szentségre, tisztaságra, jóságra, önfeláldozó szeretetre törekedve. Egyébként ez a felsorolás a legutóbbi zsinaton is az egyház magáénak ismerte. Hiszen minden megkeresztelt hívő felszólítást kap az élet szentségre. Azon egyszerű oknál fogva, hogy így olvassuk az evangéliumban, illetve a Szentírásban: szentek legyetek, mert én a ti uratok Istenetek szent vagyok. A szentséges Isten számára illő dolog, hogy hívei ugyancsak a szentségre törekedjenek. Továbbá törekedjen a keresztény lélek tisztaságra, az állapotbeli tisztaságra, mert ez mindenkire vonatkozik. Ez ugyanis a mennyei kegyelmeknek az egyik előfeltétele. Az Úristenben, minden kegyelem forrásában semmilyen bűn, semmilyen tisztátalan nincs, mert nem fér meg a természetével. És ez az életszentségnek az egyik gyakorlati tettekre váltása, hogyha az állapotbeli tisztaságunkra törekszünk. Aztán törekedjen az ember jóságra és önfeláldozó szeretetre. Ez se könnyű, de nem lehetetlen. Egyszer két férfi beszélgetett, és az illető meghívta a barátját, hogy hát jöjjön el, látogasson el hozzájuk. Az első találkozás nagyon jól sikerült, a feleség nagyon alázatos, kedves volt, öröm volt ott lenni. Aztán telt múlt az idő, két férfi közt a barátság erősödött, így ezekre a látogatásokra időnként sor került,
És egyszer, amikor kijöttek a munkájukból, ez a két tisztviselő akkor azt mondta a barátjának, szóval tudod, olyan jó hozzátok járni, a ti lakásotokban olyan jó légkör van. És erre a férfi így válaszolt, igen, mert amikor a feleségem hozzám jött, akkor azt kérte tőlem, mind a ketten viseltessünk jóindulatú szeretettel azok iránt, akik hozzánk betérnek. Jóindulatú szeretett testvérek, ez az, ami a keresztény embernek a jellemzője kellene legyen. Halkan jegyzem meg, nincs igaza a liberális kritikának, amelyik megpróbálja az evangéliumi tanácsokat úgy kiforgatni, hogy a keresztényből hülyét csináljon. A keresztény és a hülye az két külön fogalom. Két külön fogalom, mert két külön szó írja le. De a jóság és a szeretet az a keresztény embernek azért maradjon jellemzője. A szűzanya megígérte, aki ezt a ruhát halála óráján viseli, a barnas kapulárét, megmenekül a pokol tüzétől. Ehhez szükséges, hogy valóban viselje halála óráján a skapulárét, továbbá bejegyzett tagja legyen a skapulári társulatnak. Ez szerencsés módon Magyarországon több helyen elérhető, minden karmelita rendházban be lehet iratkozni a skapulári társulatba. Hogy mennyire jó és hasznos ez a kegyelemeszköz, ezt az alábbi példa talán jól szemlélteti. Hóviharos éjjelen beteghez sietett egy paptestvér. Az eset nehéz volt, hiszen sok bonyolult bűn halmozódott egymásra a haldokló lelkében. Ez az illető férfi halálosan beteg, de elhagyta törvényes feleségét, és bűnös módon másnak adta a szívét, akivel oktalan tévedésében odahaza a Szent Antal kép előtt tanúk nélkül szépen meg is esküdött. A második asszony természetesen ragaszkodik a jogaihoz, nem akar a beteg mellől tágítani. De hát végre csak kimegy és gyilkos tekintetet vet a papra, aki a beteget tanáccsal, jó szóval, az örök kárhozat fenyegetésével akarja rábírni bűnei megbánására és házas élete rendezésére. De mindez hiába. Erre a plébános előhúzza a skapuláréját, amit mindig magánál tart régóta, és a beteg nyakába akasztja, aki megígéri, legalább hordozni fogja ezt a jelentéktelen kis ruhadarabot. Az atya hazamegy, és otthonában az illető megtéréséért ajánlja fel aznapi zsolozsmáját és szentolvasóját. Másnap eltiltották a betegtől, hiszen az orvos szerint minden izgalom azonnali halált jelent. Két nap elteltével mégiscsak hívják a papot, a haldokló ágya mellett már ott áll törvényes felesége, akivel a beteg időközben kibékült. Bűnbánóan vette fel a haldoklók szentségeit a férfi, és skapuláréval a szívén nyugodtan szenderül el rövidesen az üdvözítő halálba. Amit tehát testvérek nem tudott elérni, semmilyen rábeszélés, semmilyen jó szó, azt megtette a skapuláré viselése. Vele is temették a koporsójában, hiszen a Szent Szűz megtartja ígéretét, aki ebben a ruhában hal meg, nem szenvedi el a pokol tüzét. Van még egy másik közismert ígéret a skapuláré viseléséhez.
aki ezt állandóan viseli, az a halála utáni szombaton kikerül a tisztító tűzből. Ezen szoktak gúnyolódni, mondván, hogy oda át már nincs idő. Ebbe igazuk van. De a tisztító tűz, kérem, csak addig áll fenn az utolsó ítélet napjáig, amíg a világ is. Ebből józanul lehet következtetni, hogy amíg a Földön van idő, addig erről oda át is tudhatnak. Tehát létezik, hogy a halálát követő szombaton az illető kikerülhet a tisztító tűzből, amennyiben a következő feltételeket is buzgóan teljesítette, mert nem elég a ruhát hordani, az a pokoltól ment meg. Az illető hordja állandóan a szent ruhát, állapotbeli tisztaságát őrizze meg, és ha tud olvasni, akkor Szűz Mária kis zsolozsmáját naponta imádkozza el, ha pedig nem tudna olvasni, akkor szerdán, pénteken és szombaton tartózkodjon a hús eledeltől, hús étel fogyasztásától, és tartsa meg buzgón az egyház más böjti előírásait, és általában véve éljen Mária szellemében. Kedves testvérek, aki ezt megtartja, az hozott elég áldozatot ahhoz, hogy ne ok nélkül várja Isten különös kegyelmét. Kedves testvérek, a boldogságos Szűznek az ígéretei mindig igazak. Rajtunk múlik, valóra válnak-e. Rajtunk múlik, befogadjuk-e őt a házunkba, befogadjuk-e őt a szívünkbe. Merünk-e föllépni az ő szellemében azok felé, akik erre rászorulnak, vagy akinek erre szüksége van? Merjük-e használni a Szűzanyának azt a szelídségét, amellyel minden lelket, aki hozzáfordul, képes megmenteni? Adjunk hálát a mai szentmisében, testvérek, a Szűzanya ajándékaiért, minden kegyelméért, és kérjük az ő közben járását, álljon mellettünk, és segítsen, hogy mi is befogadjuk őt házunkba, szívünkbe, életünkbe. Amen. Kérjük testvéreik a mennyei atyát, ajándékozzon meg kegyelmével, hogy Szűz Mária oltalmát kérve példáját is tudjuk követni. Add, Urunk, hogy egyházad mindig érezze Szűz Mária áldott közben járását. Add, hogy püspökeink és papjaink a boldogságos Szűz tiszteletére vezessenek bennünket. Add, hogy az élet küzdelmeiben bizalommal kérjük a Szűzanya közben járását. Add, hogy ez a bizalom magába foglalja a te akaratodban való megnyugvást is. Add, hogy halálunk óráján a Szent Szűz legyen mindjájunk biztos menedéke. Gondviselő atyánk, aki örök szeretetedben azt akartad, hogy egyszülött fiad édesanyjában mindjárt édesanyát találjunk a mennyben, ott, hogy az ő oltalma és segítsége biztosan elvezéreljen hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Yeah.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadj jó szívvel hívő néped imádságát és áldozatát, melyet Szűz Máriára, Isten anyjára emlékezve bemutatunk előtted, hogy neked kedves legyen, nekünk pedig megadja kegyelmet segítségét, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a emeljük fel szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Máriát tisztelve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, egységének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet, álangyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy! Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Henrik császárral és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, Arnold generálisunkat, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, s mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsék egymást a béke jelével. Bye.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, Mária minden szót megjegyzett, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk. Szentáldozás testvérek szokásos módon két helyen lesz, kérem, hogy egyenletesen próbáljunk meg eloszlani a két hely közt.
könyörögjünk. Örök megváltásodban részesülve kérünk, Istenünk, hogy akik fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, bőséges kegyelmedet elnyerjük, és üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Tisztíts meg minket a bűntől, és vezess el